koalíció. Holnap egyeztetnek a kormánykoalíció pártjai ismét az elnökválasztások időpontjáról. A PCD szerint a liberálisok jöttek eredetileg a szeptemberi időponttal, most viszont rájöttek arra, hogy akkor meleg van. A bizalom minden esetre megrendült a partnerek között. Mezőgazdaság. Összességében Romániában nagyobb búzatermésre számítanak idén a szakemberek, ez azonban a nagyobb bevetett felületnek is köszönhető. Vannak viszont vidékek, ahol a tavalyi őszi aszály miatt kisebb lesz a hektáronkénti hozam. Parasport. A fogyatékkal élők számára szervezett sportnapot a Marosvásárhelyi HIFA Egyesület és az Ügyes Kezek Alapítvány. Ezzel a fogyatékkal élő személyeket próbálták aktív életvitelre serkenteni. Híreinket látják, köszöntöm Önöket! Ismét egyeztetnek csütörtökön a kormánykoalíciós pártok az államelnök választások időpontja kapcsán. A PCD és a PNL között rendkívül nagy a feszültség. Politikai források szerint újabb forgatókönyveket vesznek számításba. Egy utolsó tárgyalásra hívta Mátyás Csolákú miniszterelnök, PCD elnök a koalíciós partnereket az államfőválasztások időpontja kapcsán. A két párthoz közel álló források szerint három forgatókönyvről zajlanak csütörtökön az egyeztetések. Ezek szerint az első fordulót október 27-én, a másodikat november 10-én tartanák meg. A második variáns szerint november 10-e és november 24-e a második forduló dátuma. A harmadik forgatókönyv szerint november 24-én tartanák az első fordulót és december 8-án a parlamenti választásokkal egy időben a második fordulót. A téma kapcsán Mihály Tudósé PSD és EP képviselő ironikusan nyilatkozott. A PSD elsődleges álláspontja az volt, hogy november végén legyenek az államfőválasztások, illetve decemberben a második forduló. Akkor a PNL azzal a javaslattal állt elő, hogy szeptemberben legyenek a választások, most a PNL rájött arra, hogy meleg van. Nem tudom, de lehet holnap azt is megmondják majd nekünk, hogy milyen időjárás lesz novemberben, októberben, hogy esni fog az eső, hideg lesz, vagy akár havazni fog, ha ők úgy vélik, hogy megkezdődik az iskola, vagy nem, úgyhogy meglátjuk majd, mi lesz a döntés. Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, szerinte nem bomlik fel a koalíció, de az egyértelmű, hogy a bizalom mélypontra süllyedt a felek között. A téma kapcsán Szorin Grind János is csípősen reagált. Úgy fogalmazott, egyesek akár két évvel is elhalasztanák az államfőválasztásokat, hogy legyen esélyük bekerülni a második fordulóba, célozva ezzel a liberálisokra. Elutasította Volodymyr Zelenszkij ukrán államelnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azt a javaslatát, hogy Ukrajna minél hamarabb kössön határidőhöz kötött tűzszünetet Oroszországgal, ezt a kijevi elnöki hivatal közölte. Ezzel párhuzamosan Zelenszkij egy videóbejegyzést tett közzé, amelyben megköszönte Orbán Viktornak, hogy találkozott vele, és úgy fogalmazott, ezek most már teljesen más kapcsolatok Ukrajna és Magyarország között. Híradónk kedden számolt be arról, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő meglepetésszerű látogatást tett Kijevbe, azt követően, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét. Ez volt a magyar miniszterelnök első ukrajnai látogatása a háború kitörése óta. A magyar miniszterelnök határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte az ukrán elnöktől. A javaslatot elutasítják, közölte a kijevi elnöki hivatal. Ukrajna szerint ez lehetőséget biztosítana Oroszországnak arra, hogy átcsoportosítsa erőit. Az ukrán államfő ugyanakkor egy videóbejegyzést tett közzé, amelyben úgy vélte, Orbán Viktor látogatása világos jelzése annak, hogy az európai egység mindannyiunk számára fontos. Megbeszéltük a tartós és igazságos béke felé vezető utat, megköszönte a miniszterelnök úrnak, hogy Magyarország részt vett a békecsúcson és támogatta annak záró nyilatkozatát, fogalmazott Zelenszkij. Összességében azt látjuk, hogy ezek most teljesen más kapcsolatok Ukrajna és Magyarország között, konkrétabbak és átláthatóbbak, kölcsönös érdekeket tükröznek. Különféle gazdasági és politikai részletekben állapodtunk meg, amelyeket szakembereink kezelnek. A két ország kapcsolatát és eredményeit egy új, jószomszédi kapcsolatokat meghatározó megállapodásban is rögzítjük Ukrajna és Magyarország között. Ez fontos előrelépés, tette hozzá az ukrán elnök. A tavainál 31 ezer hektárral több területet vetettek be búzával Romániában. Mivel az időjárás kedvező volt, a termés előreláthatóan is jobb lesz a tavainál. Az Európai Bizottság becslései szerint hektáronként 4,41 tonna lesz a hozam.
Romániában 2.239.000 hektáron vetettek búzát, ami a tavalyi évhez képest 31.000 hektárral többet jelent. Az Európai Unióban a negyedik helyet foglalja el Románia a búzával bevetett területek szempontjából. Első helyen Franciaország áll, Németország a második, Lengyelország pedig a harmadikként szerepel a listán. Fazakas Miklós szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően jó termésre számíthatunk. Tavalyi évhez viszonyítva azt elmondhatjuk, hogy úgy a mi térségünkben, mint akár országszinten hektáronkénti hozam az magasabb lesz az időjárásnak köszönhetően, de természetesen vannak olyan vidékei az országnak, régiói, ahol súlyos szárazság sújtotta az őszi gabonaféléket is, ugyanúgy ez folytatódott a tavaszi növények tekintetében is, de itt Maros megyében mindenféleképpen elmondható, hogy a hektárhozam az magasabb lesz. Az Európai Bizottság becslései szerint hektáronként 4,41 tonna lesz a hozam, ami 9,8 millió tonna búza betakarítását jelenti. A szakértő szerint idén a kukoricával is jelentősebb felületet vetettek be, de idén a kedvező időjárás miatt bővebb termésre számítanak szójából, kukoricából és napraforgóból is. A szakértő felhívta a figyelmet, hogy az aratás után rendkívül fontos a tarlóhántás, hiszen így a talajba fontos tápanyagok kerülhetnek vissza. Közzétették a köznyelvben kísérettséginek nevezett országos képességvizsga előzetes eredményeit. Ezek a tavalyhoz képest romlottak. A tanulók mintegy 74%-a vizsgázott sikeresen, de tavalyhoz képest 84%-kal csökkent a 10-es átlagot elérő vizsgázók száma. Az eredményekről ma délben tartott sajtótájékoztatót Lídzsia DK oktatási miniszter. Országos szinten a 8. osztályt végzett diákok 74,4%-a ért el legalább 5-ös átlagot a képességvizsga ma közzétett eredményei szerint, számolt be mai sajtótájékoztatóján Lidzsia DK oktatási miniszter. Ez az arány alacsonyabb a tavalyi 76,2%-hoz képest. A képességvizsgán több mint 153.000 8-os vett részt, 8.300 diák vizsgázott a román mellett anyanyelvből is. Idén volt az elmúlt évtizedben a legkisebb azoknak a 8-os diákoknak a száma, akiknek sikerült 10-esre vizsgázniuk. A tavalyi 429-hez képest idén csupán 65 diáknak sikerült maximális pontszámot elérnie. Az átmenési arány tavalyhoz képest romlott ugyan, a próbavizsgához képest viszont nőtt. Kolozs megye 6 szín 10-esre vizsgázó diákkal és 85,9%-os átmenési arányjal az erdélyi megyék közül az abszolút győztes. Az országban a sikeresen vizsgázók egyharmadának az átlag 7,80 és 8,99 közötti volt. Az országos statisztikák szerint román nyelvből a jelenlévők 77,6%-a szerzett 5-ös feletti osztályzatot a próbavizsgákon elért 73,98%-hoz képest. A sikeresen vizsgázók száma tehát növekedett. Matematikából a jelenlévők 68,7%-a szerzett 5-ös feletti osztályzatot, szemben a próbavizsgákon sikeresen vizsgázók 42,37%-ához képest. Itt is több mint 26%-os növekedésről beszélhetünk. Ami a tízeseket illeti, román nyelvből 407 diák kapott 10-es osztályzatot, matematikából pedig 1060 diák kapott 10-es jegyet. Hozzátette, idén először a digitális platform segítségének köszönhetően javították a dolgozatokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb esetben volt szükség a dolgozatok újrajavítására a két javító tanár közötti különbségek miatt. A magyar anyanyelvvizsgán a vizsgázók 90,5%-a érte el a legkevesebb 5-ös osztályzatot, és 68-an kapták meg a 10-est. Hogy a magyar anyanyelvűek miként szerepeltek a román nyelv és matematika vizsgán, arról egyelőre nincs adat. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 9-én függesztik ki. Már kétszer került Marosvásárhely tanácsának napirendjére az a tervezet, amely alapján megváltoztatnák a székely vértanúk emlékművével szemben fekvő terület rendeltetését. Az Erdélyi Magyar Szövetség Marosvásárhelyi szervezete szerint ezzel azt kockáztatják, hogy a magyarság ünnepségeinek hagyományos helyszínén nem lehet többé ünnepséget szervezni.
Az Erdélyi Magyar Szövetség Marosvásárhelyi szervezete szerint ingatlan befektetők urbanisztikai csellel próbálják kijátszani a város általános városrendészeti tervét. Pontosabban az emlékműhöz közeli útkereszteződés mellé szeretnének egészségügyi rendeltetésű épületet felhúzni. Az a terület jelen pillanatban az általános rendészeti, városrendészeti terv szerint az lakóövezetnek van minősítve. Ahhoz, hogy ez azt jelenti, hogy csak 20 vagy 30%-ban beépíthető lenne ez a terület. A befektető nyilván egy nagyobb épületet szeretne odaépíteni, ezért kipróbálnak hasítani a lakóövezetből egy zsebkendőnyi területet, és azt a területet át szeretnék minősíteni vegyes rendeltetésű területté. Elmondta, a befektető egy parkolók nélküli egészségügyi rendeltetésű épületet szeretne építeni, ami több szempontból is problematikus. Egyrészt a környéken már most is hatalmas a parkolói nyomor, de még aggályosabb, hogy a törvény tiltja a tömegrendezvények szervezését kórházépületek szomszédságában, ami azt jelenteni, hogy Marosvásárhely magyarsága nem ünnepelhetné többé március 15-ét a Székely Vértanúk emlékművénél. Az ügy kapcsán megkerestük a Városi Tanács legnépesebb frakcióját, adó RMDS-t is. Szerettük volna, ha megcáfolják az EMS állításait, ezt azonban nem tették meg. Fronda Csenge frakcióvezető azt mondta, ez a kérdés nincs napirenden, ezért nem nyilatkoznak. A vonatkozó határozat tervezet viszont már kétszer volt a tanács napirendjén, egyszer márciusban, utána pedig a múlt héten. Mind a két alkalommal visszavonta az előterjesztő, vagyis a polgármester, tudtuk meg Kali Istvántól. Viszont a körülményeket átvizsgálva valószínűleg újra napirendre fog kerülni, vélte. Egy második magyar óvodai csoport indítását és az alsó tagozatos osztályok számára egy harmadik tanítói állás meghirdetését kérik a nagyszebeni magyar szülők. A kérésüket petícióban fogalmazták meg, amelyet eljuttattak a Szeben megyei tanfelügyelőségnek is. Az állás meghirdetését korábban a tanfelügyelőség a kevés gyereklétszámra való tekintettel utasította vissza, miközben ilyen sok gyerekkel 10 éve nem indult előkészítő osztály a városban. Nagyszeben igazi szórványközösségnek számít, ezt a magyar tagozaton tanuló diákok létszáma is mutatja. Az elmúlt években azonban több a magyar gyerek, hiszen a város adottságai miatt sokan tanulmányaik befejezése után ott alapítanak családot. Az alsó tagozaton évek óta összevont osztályokban működik a magyar oktatás. A 2023-2024-es tanévben összesen 14 gyerek tanult 4 év folyamon. A 2024-2025-ös tanévben viszont 9 gyerek fogja az előkészítő osztályt kezdeni, amire az elmúlt 10 évben nem volt példa. Így 5 év folyamon fog működni a szimultán oktatás. Imre Erika 3 gyerekes édesanya híradónk érdeklődésére kifejtette, szerinte a probléma nem a gyereklétszámból adódik, hanem abból, hogy szeptembertől egy tanítónak 50 perc alatt 3 osztálynak kellene leckét leadni és házi feladatot ellenőrizni. Ez volt az egyik oka annak, hogy megfogalmazták a petíciót. Egy tanítónak 3 osztály, ez nem tudom, nem hiszem, hogy lehet minőségről, minőségi oktatásról beszélni ebben a helyzetben. Igen, a petíció lényege az, hogy kérjük a harmadik tanító alkalmazását, mivel a többi osztályhoz képest most nagy létszámmal indul, és ha ezt az osztályt átvesz egy harmadik tanító, a következő 5 évre neki biztosítva van ez a 9-10 gyerek, tehát nem egy évről beszélünk. Az utánpótlást tekintve is biztatóak az adatok, mondta Benedek Zakariás, nagyszemeni születésű parlamenti képviselő. Az óvodai csoportban 25 helyet hirdettek meg, ezen felül tudomása szerint pedig még lenne néhány olyan gyerek, akik még nem töltötték be a 3 évet. A 2024-2025-ös tanévre viszont már tavaly októberben le kellett adni a tanév szerkezetre vonatkozó kéréseket, ezért idén ősztől biztosan nem fog új óvodai csoport indulni. Most egy pár éve ebben a teljesen magyar csoportban 10-12 gyermek járt. Most azt hozta a sors, hál' Istennek, hogy több gyerek van. És nagyon jó, hogy több gyerek van, és hogyha meg lesz a garancia arra, hogy a következő tanévtől még 5-6 gyerekkel több lesz, mert most is fog végezni, ha jól tudom, 7 gyerek, és az megy a nulladikba, de hogyha úgy fognak jönni, úgy növekedik a gyereklétszám, akkor meg lesz a második csoport is. Elmondta, tegnap este konzultációt szerveztek a helyi szülőkkel, és biztosította őket, hogy az RMDS támogatja a második óvodai csoport létesítését a 2025-2026-os tanévben, amennyiben
ezzel megvan a garancia arra, hogy a gyereklétszám lehetővé teszi annak elindítását. Legfeljebb 990 lejes támogatásra jogosultak a cégek, amennyiben a nyári vakáció ideje alatt diákokat alkalmaznak. A diákoknak megérné, a cégek körében viszont nem nagy az érdeklődés a lehetőség iránt. A diák munka lehetőségeiről minden évben többen is érdeklődnek a nyári vakáció közelettével a megyei munkaerőügynökségeknél. A cégek ugyanis állami támogatással foglalkoztathatnak 16 évet betöltött iskoláskorú fiatalokat vagy egyetemi hallgatókat. A támogatás havi 330 lej, amely legfeljebb 60 munkanapig folyósítható. A munkaadónak ráadásul a megyei munkaerőügynökséggel is szerződést kell kötnie, mielőtt alkalmazná a fiatalokat. A Maros megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség aligazgatója híradunk érdeklődésére kifejtette, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákok szívesen vállalnának nyári munkát, de a cégek részéről az érdeklődés elenyésző. Az érdeklődés kicsi, mivel gondolom, hogy a pénzügyi támogatás is elég kevés ahhoz, hogy megéri a cégeknek, hogy letegyék ezt a kérvényt hozzánk, és igényeljék ezt a pénzügyi támogatást. A fiatalokat legfeljebb 60 munkanapra, legkésőbb az iskola kezdésig lehet foglalkoztatni. A kiskorúak szülői beleegyezéssel dolgozhatnak legtöbb napi 6 órát, a felnőttkorúak pedig 8 órás munkaidőt végezhetnek, és kötelező módon biztosítani kell számukra a minimálbért. Bogdán Erzsébet hozzátette, tavaly Maros megyében 6 cég összesen csupán 10 diákot és 11 egyetemi hallgatót foglalkoztatott a program keretében. Tavaly élesztették fel a Run to the Hills futóverseny hagyományát Krasznán, így az idén 4. alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyet egészségügyi programokkal és lovas bemutatóval gazdagítottak. Székelyföldtől Nagykárolyig érkeztek versenyzők a Krasznán megrendezett Run to the Hills futóversenyre, amelynek idén a táltos lovarda biztosított otthont. Nem számított sem a távolság, sem a kor, rajtvonalhoz állt a 7 éves gyerek és a 71 éves is. A tavalyi 120 versenyzőszámot idén megdupláztuk, sőt még kicsivel felé is mentünk, közel 250 versenyzőnk volt. 5, 10, illetve 21 kilométeres távakon mérhették össze egymással a tehetségüket és a kitartásukat a versenyzők a felnőtt kategóriában, gyerek kategóriában korosztályokra bontottuk, 7-től egészen 12 évesig a nagyobbaknak és egészen 7 éves korig a kisebbeknek. Egy mély csípés és kis bokaficam kivételével a verseny komolyabb incidensek nélkül zajlott. A benevezők közül mindenki célba ért és a táj szépségét, valamint a kiváló szervezés és látva sokan már a visszatérést tervezik. Az a mai rendhagyó futóverseny az inkább a tudatosságról szól. És a tudatosság nem egy fellángolás, hanem ez egy életforma. Egy tudatos életformában, ha élsz, akkor a családod is úgy nevelkedik. És ezáltal én úgy gondolom, hogy adtunk a közösségnek, vagy adunk folyamatosan a közösségnek a mikroközösségeket, hogyha át tudjuk formálni, és a telefonok mellől ki tudjuk venni a gyerekeket, és értékes, értelmes program tudunk biztosítani nekik, attól arra fele ő belőle már egy gondolkodó felnőtt lesz. Az eseményen az egészséges étkezésre és az egészséges életmódra is hangsúlyt fektettek a helyi termelői piaccal, előadásokkal, látványkonyhával, egészségügyi állapotfelméréssel, workshopokkal. A krasznai születésű Magyarországon élő érsebész dr. Dénes Tamás a mozgás szerepe az egészséges érrendszer fenntartásában címmel tartott előadást. A Run to the Hills így nem csak egy futóverseny, hanem egy egésznapos programsorozat, testi és lelki egészségnek szentelt fesztivál. A díjkiosztás után a résztvevők lovas bemutatót láthattak, volt díjugratás, gyereklovaglás, a kicsik számára pedig különböző gyerekfoglalkozások. Sportnapot szerveztek a fogyatékkal élők számára, sporttal folytatjuk. Sportnapot szervezett a fogyatékkal élők számára Marosvásárhelyen, a Ligetben a HIFA Románia Egyesület az Ügyes Kezek Alapítvánnyal partnerségben. A program célja a fogyatékkal élők aktív életmódra való biztatása, nevelése. Nagyon jól érzem magam,
És ott mindenki lehet próbálni. László Hannán kívül további 80 fogyatékkal élő személy vett részt hétfőn a HIFA Románia Egyesület és az Ügyes Kezek Alapítvány által szervezett sportnapján Marosvásárhelyen. A rendezvényen elsősorban a fogyatékkal élők számára olyan alternatívákat szeretnének biztosítani, amelyek lényegesen javíthatnak életminőségükön és egészségügyi állapotukon. Mozgásról beszélhetünk az ő esetükben, nagyon fontos, nehéz kimozdítani őket, tehát felnőttek jó részt, akiket mi hoztunk, ők mindegy szállik. Ez azt jelenti, hogy egy páran vannak 20 és 30 év között, de a többiek mind már 40-hez inkább közel. Mind nehezebb és nehezebb rábírni őket, hogy egyáltalán valamiféle mozgást végezzenek, úgyhogy mi minden alkalmat megragadunk. Ami számomra ma nagyon-nagyon fontos üzenettel bír, az az, hogy a két szervezet együtt, a fogyatékkal élőket összeolvasztva, egy csapattá kovácsolva vesz részt ezen a napon, illetve a másik az az, hogy hatalmas nagy fontossága van annak, hogy ne csak a falakon belül, hanem a társadalomba beilleszkedve, kijöve parkokba, terekre, úgy vegyünk részt közös foglalkozáson, hogy ez mindenki számára normális legyen. A szervezők ügyességi vetélkedőkkel, labdajátékokkal, társasjátékokkal kedveskedtek a résztvevőknek, akik szemmel láthatóan nagyon felszabadultan próbálták ki a különböző sportágakat. Nagyon fontos az együttlét és a közösség. Tehát egymást is úgymond segítjük, egymástól tanulunk, integrálódunk is egyik a másiknak a problémáihoz, hát megismerjük jobban, hogy kinek mi a gondja, és hát akkor a hétköznapokat is elég jól fel tudjuk építeni ennek kapcsán. A sportnapon a sérült emberek megmutatták, a fogyatékosság nem lehet gátja annak, hogy részt vegyenek testedző tevékenységeken. A sportnap lényege amúgy is az együttlét volt, mondták. Eddig a hírek, megtisztelő figyelmünket munkatársaim nevében is köszönöm, a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.